A gazdasági bizottságban a mai napon az önkormányzati bérlakásokról vitáztunk, és hát sajnos szavaztunk is. Ez a törvényjavaslat azt foglalja magában, hogy hát gyakorlatilag megint a közös vagyonunkat átjátsszák olyan embereknek, akik nem érdemlik meg. Például Bayer Zsoltnak, aki ennek a rendszernek az egyik kegyeltje, az ötös számú pártakönyv tulajdonosa, és ő a várban szeretne venni fillérekért lakást, és úgy tűnik, hogy a Fidesz most legyárt neki egy törvényt, hogy ezt megtehesse. Igen ám, de úgy, hogy azok az emberek, akik ezekben a bérleményekben laknak, és azok, akik meg már évek óta várnak arra, hogy ilyenben lakhassanak, azok borzasztó rosszul járnak, soha nem fognak ilyen módon lakáshoz jutni. Ez a törvény botrány. Bár én nem elszavaztam, sajnos a törvény javaslat átment a bizottságon, ezért a plenáris ülés fogja tárgyalni. Őszintén remélem, hogy ez a törvény így, ebben a formában nem fogja megszavazni a Magyarország gyűlés.